A testületi ülés elején Szepesi Tibor polgármester a karcagvárosi önkormányzat nevében köszöntötte Tótné Szucsáki Hajnal Ildikót, a karcagi nagykun református általános iskola és talentum óvoda tanárát, aki nemrégiben református nagykunságért pedagógiai díjban részesült. A polgármester gratulált a díjhoz, és a továbbiakban is eredményes munkát és jó egészséget kívánt. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézmény vezetője vette át június 29-én az óvodának odaítélt elismerés a kiválóságért bronzfokozatát. Ebből az alkalomból Szepesi Tibor városvezető virágcsokorral köszönte meg az intézmény vezető eddigi munkáját. A továbbiakban a városvezetés Nagyné László Erzsébetet, a Kátai Gábor Kórház főigazgatóját köszöntötte, aki a Kunhegyes város egészségügyi és szociális szolgáltatásért díjban részesült. A polgármester, valamint a képviselőtestület köszöntötte Huba Imre Csabát, akit június 16-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok megyei küldöttsége ismételten megválasztotta elnökének. Őt követte Huba Imre Csabáné, aki Sárközi Péter emlékérmet vehetett át a biokultúrában, a biodinamikus gazdálkodásban végzett kimagasló tevékenységéért. A városvezetés minden díjazottnak megköszönte áldozatos munkáját, valamint jó egészséget kívánt. Ezt követően a polgármesteri hivatal nyugdíjba vonuló munkatársait köszöntötte. A polgármester virágcsokorral köszönte meg Kompanekné Sánta Mária, Csiszárné Takács Erika és Kuruc Magdolna lelkiismeretes munkáját és nyugdíjas éveikhez jó egészséget kívánt. Egyhangulag került elfogadásra a javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóró rendelet módosítására. Ez a módosítás elsősorban a jogszabályi kötelezettségeket tartalmazta. Karcagi Nagy Zoltán, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke részletezte a jelentősebb tételeket, majd elemezte a kiadási és bevételi oldal adatait. Szólt a pályázati források felhasználásáról, a változtatásokról, az előirányzatok közötti átcsoportosításokról is. Dr. Kanász Nagy László képviselő hozzászólásában elmondta, hogy az ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a javaslattervezetet, amelyet a bizottság egyhangulag elfogadott. Megszavazták a képviselők a javaslatot a személyes gondoskodás nyújtó ellátásokról és intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 19/2021 7. hó 9-i önkormányzati rendelet módosításáról. Ebben a napirendi pontban a térítési díjak változásáról esett szó, amelyet az energiaárak ingadozása nagy mértékben befolyásol. Elfogadták a képviselők a javaslat a Karcag 6932/4 helyrajzi számú ingatlan művelési ágának megváltoztatására. A képviselőtestület egyhangulag fogadta el a következő napi rendi pontot, Karcag városi önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 23/2012 10. hó 16-ai önkormányzati rendelet módosításáról. A képviselők támogatták a beszámolót a Karcagvárosi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének első félévi végrehajtásáról. Egybehangzóan elfogadta a testület a tájékoztatót a karcagi többcélú kistérségi társulás működéséről, eredményeiről és célkitűzéseiről. A napirendi pont elsősorban a koronavírus járvány időszakában történt nehezített munkavégzésről szólt. Pánti Ildikó képviselő hozzászólásában elmondta, hogy kimagasló az a teljesítmény, amelyet ez a társulás kistérségi szinten végzett. Nem csak a városban, hanem a környező településekkel együttműködve. A képviselő szólt arról is, hogy fontos ez az ellátórendszer, amelyre minden közösségnek szüksége van, kiváló szakemberekkel, valamint megfelelő iránymutatással együttesen. Egyhangulag került elfogadásra az a javaslat, amely a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásának igényléséről szólt. Elfogadták a képviselők a javaslat a városi költségvetési intézmények érdekegyeztető fórumának létrehozásáról szóló 302/2019 12. hó 19-i határozat módosítását.
A képviselőtestület megszavazta azt a javaslatot, amely az önkormányzati főtanácsadói munkakör létrehozásáról rendelkezik. Egybehangzóan elfogadásra került a javaslat a Nagykun Víz és Csatornamű Kft.-vel. Karcag belterület 2859 per 4 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti és üzemeltetési szerződés megkötésére. Megszavazták a javaslat a 2023. évi Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a pályázathoz költségvetési előirányzat biztosítására. Ahogyan dr. Pintér Zoltán Árpád képviselő hozzászólásában elmondta, ez a napi rend egy folyamatosan meglévő ösztöndíjprogramot részletez, amely az arra rászorulókat támogatja. A testület egybehangzóan döntött a Madarász Imre Egyesített Óvoda szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásáról. Ez a pont az intézményi változásokat taglalta. Megszavazták a javaslatot a Karcag Kisújszállási út 47 szám alatt található, harmadik számú önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadására. A képviselőtestület elfogadta a javaslatot a Karcag Gépgyár utca 7296-os helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről. A képviselőtestület egybehangzóan szavazott, a javaslat a Karcag Laktanya út 1 szám alatt található 5376 per 16 helyrajzi számú ingatlan versenyeztetés útján történő értékesítéséről. A polgármester elmondta, fontos Karcagnak, hogy ebben a kérdésben megfelelő megállapodás szülessen, hiszen a Kft. Számos karcagi családnak ad munkát, ezáltal biztosít megélhetést. Megszavazták a javaslatot a Népi Építészeti Program keretében népi építészeti értékek megújulását támogató épület felújítására igényelhető támogatásra. A városvezető elmondta, hogy kiemelten fontos a település számára ez a pályázat, hiszen a város olyan épületeit menti meg az utókor számára, amely igazán egyedi építészeti értéket képvisel. A képviselőtestület döntött a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A továbbiakban a napirendi pontok megtárgyalása zárt körben zajlott.